Én, amikor elkezdtem szaxofonozni, tanulni, vagy basszusgitározni, tanulni, nekem a zenével már nem kellett foglalkoznom, mert már minden a kisujjamban volt. És az édesanyámnak köszönhető, hogy ez idáig elment, és az, hogy 11-es koromban az zongora tudásom is már olyan szinte volt, hogy már gondolkoztak azon, hogy klasszikus pályára küldenek. Ezt mindenki köszönhetem, és olyan hálás voltam neki, és egész élete végéig, amit tudtam, én próbáltam neki viszonozni, és idős korában hát hozzá kell tennem, hogy szép kort élt meg a mama. 100 évig élt. Balaton szemesen fekszik, a fejpályára az van rá, hogy 1910-2010. A hétköznapok zakatolása közben számtalan emberi történet fut el mellettünk. De ha figyelünk, észrevehetjük, hogy mások történetei mennyire hasonlítanak a miénkre. A versekben mindez ott van. S ha felfedezzük, segíteni is képes a hétköznapokban. S rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég beszél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Egy kicsit másképp. Soron kívül. Luther Imrével. Ma a legendás zenésszel, Fren Reisz Károllyal találkozom, aki soron kívül beavat azokba a titkokba, amik a Latinovics Bújtor, Fren Reisz testvéreket jellemezték. Hogyan emlékszik a híres zenész felmenőire, Gundelékre? Hogyan gondozta végül egyedül édesanyját? És hol találja meg József Attila mamájában? Ha valaki nyaranta mondjuk Balatonszemesre téved, vagy tudatosan oda megy, mert mondjuk a Bújtor István Filmfesztiválon jól akarja magát érezni, akkor egészen biztos, hogy találkozik a helyi nevezetességekkel, a Latinovics Emlékmúzeummal, vagy például Fren Reisz Károllyal, mert hogy ő is ott tölti nyaranta a napjait. Így van, ez jó régen. És fogunk beszélni a régmúlt időkről is, mert hogy Fren Reisz Károly, aki a Metró zenekartól az LGT-n át a Skorpióig vezető utat nagyon szépen bejárta és nagyon sok kulisszatitkot tud nekünk mesélni, arról is beszélni tud, hogy milyen volt elsőként művésznek lenni egy olyan családban, ahol mellett a testvérei között ott van Latinovics Zoltán és Bújtor István is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sok szeretettel, hello! Balatonszemes az neked egy állandó és fontos pont az életedben, gyerekkorod óta mindig ott nyaralsz. Én 0 kilométeres korom óta minden évben, 3 hónapot, amíg iskolaszünet volt, ott voltunk. Édesanyám lehozott minket, a Semmelweis 22-be voltunk, ahol béreltünk egy háznak egy részét. Volt egy idős háztulajdonos, a Sanyi bácsi, akit édesanyám mindig reggelivel ellátott, minden. Ott laktunk, hát elég szűk körülmények között. És azóta én nekem nosztalgikus helyem ez a Szemes, és most, amikor egy kicsit több időm van mászkálni, mert eddig a nyarat általában a turnéi kötötték le, és több időm van egy kicsit mászkálni, nem vágytam sehova máshova, csak az, hogy Szemes legyen. És ott berendezkedtünk. Már olyan 8-10 éves koromban mentem húsvétkor a helyi srácokkal pénzgyűjtő akcióra a húsvéti locsoláskor, úgyhogy én ott mindenkivel nagyon jóban voltunk. Édesanyánknak egészen privilegizált szerepe volt Balatonszemesen, majdnem, hogy megkérdezték mindig, hogy a Szemesen történik valami, hogy mit szól hozzá, mert ő ott egy ilyen nagyon komoly potentát volt. Úgyhogy nekünk Balatonszemes az, hát nem második, hanem másfeledik otthonunk a mai napig. Ilyenkor, amikor Balatonszemesen vagy, előjönnek a régi emlékek? Hát hogyne. Hát mi akkor volt egy nagy társaságunk, az Összödi strandon, az ott van mellette. Számháború játékok voltak, 20-30-an játszottunk egyszerre, de a legfontosabb az volt, hogy reggel 8-tól este 8-ig a vizen lógtunk és vitorláztunk ilyen pici korunktól. És fantasztikus élményeink voltak, az egész ott zajlott a vizen. És ezekre mind emlékszem, és azokra a túrázásokra, amikor ilyen vitorlásklubbal elmentünk, ilyen 10-12-13 évesen vitorlázni nagyobb hajókkal, úgyhogy mi csináltunk mindent hajón, csak volt velünk egy felnőtt felügyelő, és mentünk végig egész Keszthelyig vissza a viharos szelekbe, milyen szóval nagyon klassz volt, és a vitorlázás borzasztóan megszerettük. Hát István bátyám az jobban kufárkodott ezzel a vitorlázásos történetével, mert ő ugye meg tudta csinálni azt, hogy a munkáját oda szerkesztette, és oda szervezte, és oda írta. Ja, az Ötvösebbi filmek így születtek nagyon jó helyen. Balatonra, ahol a vitorlások, a víz, a balcsi mindenhol megjelentek,
Én meg sajnos a korai állandó vitorlázásból, amit én is imádtam, mindig el kellett kanyarodnom a Balatonról, mert mi nyáron turnéztunk mindig, bármelyik zenekar mindig voltak a nagy nyári turnék, és akkor elkerültem a Balcsiról, és nem napokra nem tudtam oda menni. De hát ez most megváltozott, hál' Istennek, és most van egy nagyon klassz hajóm benne a Balatonszemesi kikötőbe, van egy kis nyaralólakás, ami szintén a Balatonszemesi kikötő oldalán van, többiek, gyerekek, unokák, mindenki egy picit odébb, és hát nagyon élvezzük a dolgot, és ez a Szemes valahogy nekünk egy ilyen ikonikus hely, mert kicsit megőrizte a régi milliójét, tehát nincs az, hogy megérkezik 500 autó, és mennek fürdeni idegenek, ez ott Szemesen van egy nagyon picit, de annyira, mint a többi helyen nincs. Tehát gyakorlatilag Szemes egy kicsit megőrizte ezt a családias jellegét, hogy általában csak azok vannak ott, akiknek van nyaralójuk, stb. Úgyhogy ezt nagyon szeretjük. Frenreis Károly vendéglős anya és orvosapa fiaként eleinte fogorvosnak tanult, ahogy a szülők sugalmazták felé. Testvérei sem a művészi pályán indultak el, Latinovics Zoltán és Bújtor István is polgári végzettséget szerzett. De a tehetség mindhármójuknál utat tört magának. Frenreis Károly kicsiként zongorán, majd klarinéton és szaxofonon is kiválóan megtanult zenélni, aztán a basszusgitár hozta meg az egyértelmű löketet az életébe, hogy rockstar legyen. Ehhez először a Metro zenekar megalapításával került közel, majd alapító tagja volt az LGT-nek is, végül a Scorpio zenekarban találta meg számításait, és írta be magát a magyar zenetörténelem nagy ágyúi közé. A Kossuth Díjas zenész legendás felmenőkkel büszkélkedhet, anyai nagyapja Gundel Károly, a legendás vendéglős, dédapja Gundel János szállodás. A kemény rocker sok időt tölt Balatonszemesen, és otthon kenyérre kenhető nagypapa. Az, hogy te egy olyan családból jössz, ahol a Gundel név az önmagában is fémjelzett rengeteg, Gundel Katalin ugye az édesanyád, az mennyire befolyásolta, hogy mennyire határozta meg a te gyerekkorodat, hogy ez egy elképesztő família, és hát mindenki ismerte. Engem nagyon büszkeséggel tölt el, hogy nagyapám ebben a magyar gasztronómiai világban, ami borzasztóan széleskörű és borzasztóan sok szakemberrel van tere, hogy ő kivívott magának egy olyan extra státuszt, hogy akkor azt mondják, hogy vendéglátás, meg gasztronómia, meg magyar ételek, stb., akkor Gundel Károlyt az eszükbe. És az annál is inkább érdekes, hogy nagyapám 1956-ban halt meg, és én akkor 10 éves voltam, őneki volt egy súlyos egészségkárosodása az utolsó éveiben, mert megvakult. Belesütöttek egy ilyen magnéziumos vakut a szemébe, és az egyik szeme elment, és a másikra is megvakult, és hát kim volt másfél évig egy klinikán. Én azért voltam egy kicsit privilegizált helyzetben, mert én voltam az egyetlen Károly unokája, és emlékszem, mentünk nagypapához föl, és elé álltam, és akkor hogy mekkora vagyok, hogy megsimogatta a fejemet minden, és mondta, hogy szevasz, druszám. Meg szokták tőlem kérdezni, hogy bizonyára, hogy te is marha jól főzöl, mert hát benne van a vénádban, benne van a névköteles címben. Ez a gasztronómiai feeling, mondom, igen, rettentően szeretek jó ízeket fogyasztani, rettentően szeretek enni, olyan éttermekbe járni, ahol az ambiant nagyon klasszul meg van csinálva, kellemes kiszolgálás, szuperét, ezt nagyon szeretem, de sajnos főzni, mondom, én mindig csak a rántottáig jutottam. Azt egyébként elég jó, vannak különböző verzióim, de ennyi. Úgyhogy ez sajnos ez engem nem érintett meg, pedig édesanyám is nagyon jól főzött. Mi annak idején, amikor gyerekek voltunk, mentünk haza kajálni, anyukánk főztek, és akkor mondtuk, hogy megyünk a Gundel menzára, mert ugye mama főzött, és ezt fogyasztottuk, úgyhogy hát persze senki, nem volt pénzünk, édesapám, akit nagyon szerettünk, és ő orvos volt, és az egész fizetését, amit keresett, azt úgy, hogy megettük. Voltak nehéz pontok azért a gyerekkorban is, ott volt 1956. Azt például neked azért elég éles emlékeid vannak. Hát hogyne, én akkor már 10 éves voltam, és hát egy nem túl jó helyen laktunk a Mester utca 1-be, ami a Ferenc körút sarkán van, ott a falon van István bátyámnak és Zoltán bátyámnak emléktáblája, mert ott nőttünk fel tulajdonképpen. Ezt mindannyian megjártuk, ezt az egyetemi
egyetem előtti munkavállalást. Zoltán bátyám a Petőfi híd építkezésénél ilyen vasdarabokat hordott 2 évig, mert nem vették föl, mert ráadásul az ő édesapja, akivel semmilyen kapcsolata nem volt, ő egy deklasszált elemnek számított a kommunisták szemében, és mert hogy ő egy nagybirtokos volt, egy filére nem volt, és nagybirtoka sem, csak hogy a név ugye az izé, és ő 2 évig fizikai munkásként, és úgy ment a műegyetemre. István bátyám pedig emlékszem a Lenker vállalatnál dolgozott, az egy ilyen anyagnagykereskedés volt, ahol ő meg a haverja dolgoztak, és volt egy ilyen csúszda, a járda sziget előtt volt, a járda mellett a falon alul volt egy ablak, azt kinyitották, megállt egy teherautó, és a csúszdán dobta le az 50 kilós ilyen anyagbálákat, és azokat le kellett így kapni, és eltenni a helyére. És az így ment 7-8 órán keresztül, és emlékszem, egyszer röhögve mesélte István bátyám, hogy ott volt egy ilyen művezető, aki lejött a csúszdán, lejött egy bála, megnézte a számát, fölírta, és így intett. És akkor a bátyám még fölkapták, és mentek, és vitték el. És egy bizonyos idő után, aki a művezető, aki írta fel a számát a báláknak, egyszer azt mondta, eldobta a ceruzáját, és azt mondta, nem bírom tovább. Szóval ezt én az Országos Munkaegészségügyi Intézetben voltam kutatási segéderő. Ez úgy alakult ki, hogy én orvosejtem fogorvosnak jelentkeztem, és az első évben engem se vettek fel. És tulajdonképpen az volt akkor a rend, hogy el kell menni egy olyan valamilyen munkaerre, ami az orvosi tudománya, vagy az orvos tudom, az orvosi dolog kapcsolatos, tehát egy kórházba, vagy egy kutatóba, vagy stb. És én elmentem ezért az Országos Munkaegészségi Intézetbe, ahol ilyen állatkísérleteket végeztünk, az én beosztásom kutatási segéderő volt. Nagyon ez nagyon jó hangzik, tényleg. Igen. Egereken, patkányokon, tengeri malacon és nyulakon végeztünk különböző kísérleteket, és hát ez 8 hónapig tartott, és utána a következő évben felvettek, és akkor kerültem. Ugye ez mindez azért volt, Zoltán bátyám és István is, meg én is, mert apai tanácsa az volt a mondás, hogy abban az időben, hogy egyetlen egy dolog van, amiben lehet egzisztálni és lehet érvényesülni, az az, hogyha valakinek van egy diplomája. És ez tényleg akkor úgy volt, hogy diplomád van, akkor mégis elhelyezkedhetsz egy jobb helyre. És ezért mindenki egyetem. Zoltán építőszmérnök, István külkeres, én meg elkezdtem fogorvosnak tanulni, de szerencsére én akkor már a metróba játszottam, és szüleim is egy kicsit már elfáradtak ebbe az aktivitásba, és látták, hogy a gyereknek jól megy a dolga, és hogy úgy azt mondják róla, hogy tehetséges, meg minden, akkor megnyugodtak, úgyhogy én nem végeztem el az egyetemet, az első évben kiszálltam, úgyhogy így aztán jött a dolog tovább. De István nálam 4,5 évvel volt idősebb, Zoltán bátyám meg 15-tel. De amikor engem kiskoromban elvertek, akkor nem számított, hogy ők sokkal nagyobbak, mint én, de hát ez volt a sorsom. Velük szoros volt a viszonyod? Vagy mennyire tudod úgy jellemezni, hogy mondjuk Istvánnal máshol, mint Zoltán, a nyilván két különböző testvér? Ezek nagyon érdekes dolgok. Mi együtt marról el voltunk, nagyon jól érzettünk, mondtak közös vitorlás élményeink, közös ide mentünk, oda mentünk együtt, de a korkülönbségek más baráti kört mozgattak. Tehát én a Bújtor baráti galériába, ahol ő mozgott, én ott nem. Ő az élnyimben szintén nem, a Zoliéban szintén nem, tehát más baráti társaságaink voltak mind a hármunknak, de ez nem zavart minket abban, hogy azért mi együtt azért nagyon el vagyunk, és hát rengeteg közös élményünk volt, stb. És az aztán az, hogy elkezdtünk menni, megnéztük ezt a színházat, megnéztük ezt a mozit, megnézték ezt a koncertet, tehát jöttek, én mentem. Egymás előadásait akkor mindig hogyne, nézted? Hogyne. Egyikünk sem akart semmilyen művészeti pályára menni, ez kialakult. Valószínűleg genetikailag voltak dolgok, amik úgy működtek, de a szüleink sose mondták nekünk, és sose ajánlották nekünk ezt a szakmát, ezeket a pályákat, a színművészet, zene, stb. Én nekem a zenei pályám az úgy kezdődött, hogy 5 éves koromban kiderült, hogy abszolút hallásom van. És innentől kezdve anyám rögtön elkezdett zenei ízében, zongoratanárnőt fogadtunk, vagy mentünk, jártunk el, meg stb.
És onnantól kezdve én a zenével foglalkoztam, tehát gyakorlatilag az, amikor az ember a kottát előbb megismeri, mint a betűket, onnantól ez elég mély nyomokat, hogy az emberben már egy korai fűságában az egész. És én zongoristaként működtem, klasszikus zenét kizárólag. Akkor már ilyen 8-10-11 éves koromban jazz kedvelő voltam, és borzasztóan érdekelt a jazz zene, az improvizációk, stb. Voltak zenész haverem, persze jóval idősebbek mindig, akik összejártam és hagyit hallgattunk zenét, stb. Én nekem emlékszem, hogy apám írógépén fölírtam A-tól Z-ig az összes általam ismert jazzzenész névsor szerint, és nézegettem, és odaértem, hogy ki milyen hangszeren játszott, szóval nagyon érdekelt a dolog. És engem 11 éves koromban majdnem fölvettek korengedéllyel a Bartók konzervatóriumban zongora szakra. De aztán mégsem jött össze, aminek nagyon örülök, mert a zongora művész, a klasszikus zongora művész az egy iszonyú nehéz pálya. Ott, ha nem vagy zseni, akkor csak egy nagyon jó zongorista maradsz, ami jól működik, meg ezért 4-5 óra gyakorlás, amit csinálod. Iszonyatos mennyiségű idő. Akkor már se semmire nincsen. És akkor semmire, és ez nem jött össze, és akkor én a zene irányában úgy mentem tovább, hogy érdekelt nagyon a szaxofon, de hát a klasszikus zenét azt mindenek előtt, és elmentem klarinétot tanulni, és kaptam egy zeneakadémiás klarinétművész srácot, aki tanított engem a Kertész utcai zeneiskolába. Úgy hívták, hogy Palánc Tamás, ha jól tudom, valahol Pécs körül, akik nagyon helyes srácot, én már egy párszor így beszéltem róla, hát meghallja, hogy mennyire jól emlékszem rá. És ott másfél évig tanultam klarinét, és utána fölvettek a konzervatórium a klarinét szakra. És hát ott folytatottak a dolgok, akkor én már elkezdtem szaxofonozgatni, ami tilos volt, mert a klasszikus zene nem használ szaxofon, csak a jazz meg a könnyű műfajok, tehát a szaxofon tilos volt. Soha nem gondoltam ebbe bele. Nem, nincs, nézd meg, a 90 tagú szimfonikus zenekar, ott nincs szaxofon. Teljesen igazad. Ott van oboa, fagott, fúla, klarinét és a részfúvósok, úgyhogy semmi ilyesmi. És hát mondták is, hogy nehogy meghalljam a szaxofonot. És akkor már elkezdtünk ilyen kis izéket. Nagyon kedves emlék, abban az időben még nem voltak ilyen fix zenekarok, mint hogy Metro, meg Omega, meg itt, nem. Az előtte volt, ez ugye a 60-as évek legelején, én 15-16 éves lehettem. És akkor voltak ilyen úgynevezett hackney zenekarok, ami abból állt, hogy mindenki ismerte az amerikai örökzöld számokat, meg egy kicsit a jazzből, mit tudom, stb. És csak annyi volt, hogy megállapodtunk, hogy milyen hangnemben játsszuk el azt a számot, amit, és voltak olyan fellépéseink, hogy elmentünk, mit tudom én, egy rendezvényre, egy vállalati bulira, vagy egy vendéglőbe zenélni, és ott jöttünk össze 4-5-ön, egy dobos, egy zongorista, egy bőgős, egy gitáros, meg stb. És sziasztok, sziasztok, elkezdtünk zenélni. Na most az első ilyen összerakott zenekar, az első fellépésem emberek előtt, az a Gundel étteremben volt, ott, ahol tegnap vacsoráztam ugyanazban a teremben. Az, amikor te ugye az LGT-nek például az első két nagy slágerét, azt te alkottad meg lényegében, és aztán mentél tovább a Skorpióval, ezeknél a zenekaroknál például a dalszövegek téged mennyire motiváltak? Mert ugye azt tudjuk, hogy Latinói Zoltán esetében a versek azok mindig ott volt, a Bújtor István is gyönyörűen mondott verset, nálad pedig a dalszövegek és a zene mélysége az mindenhol, minden egyes zenekarnál meghatározó. Ez egy nagyon érdekes dolog, most a vers, egy jó verset véghallgatni és egy zseniális előadásmódban véghallgatni, ez még nagyobb élmény. És ebből a szempontból Zoltán bátyám hát kivételes volt, ez mindenki, nem csak én, tehát nem vagyok elfogult, azt hiszem, ez ügyben. Tehát egy vers A-tól Z-ig fantasztikus élmény, jól elmondják és végighallgatja az ember. A szövegek, a dalszövegek, azok tulajdonképpen annyiban különböznek egy kicsit a versektől, vannak versek is, amiket megzenésítettünk, meg stb., hogy a popularitása miatt ilyen bemondás-centrikus, hogyha egy jó szöveged van, akkor annak van egy jó sora, akkor az viszi magával az egészet. A Praxisomban volt egy olyan,
a metróba a citromizű banánát. Ezt a mai napig, ezt a blödlit, ezt a... Zseniális, hát ez egyébként mindenki ismeri, én már gyerekkoromtól kezdve táncoltam rá, imádtam. És hát a Dusán írta a szöveget, akit egyébként az egyik legjobb szövegírónak tartok, nagyon, nagyon beletalált, hogy az egész egy ilyen groteszk volt, hát ez nem a metró zenekarnak a stílusa volt a citromizű banán, hanem egy ilyen kicsit olyan dixielendes, karigétos. A zene is rásegített erre a fajta hangulatra. Igen, és egy ilyen groteszk volt, ami egy groteszk szöveg illett, és ez egy fantasztikus dolog volt, és hát azóta is megállítanak, oda kiabálnak, és hát ugye ez a szám, ez nem mondjunk számokat, 52 évvel ezelőtt született, úgyhogy azóta elég jól tartja magát. És szóval a dalszövegekben nem is, nagyon sok olyan szöveg van, amit nem is tudok végigmondani, mert nem, de van egy-két olyan sora, meg egy-két olyan bemondása, ami hát fantasztikus. És hát az, hogy eljutott odáig a pop és a rock műfaj, ugye Bob Dylan Nobel-díjat kapott, aki ugye egy fantasztikus... Óriási felháborodás mellett, miközben nagyon megérdemelte is a dalköltészet. Nagyon. Hát ezek a régi Bob Dylanek, ez mindenki itta magába azokat a szövegeket, és az a nyegle és nem törődöm stílusban, amiben az emberi kapcsolatokról, az emberi életről az olyan natur módon és olyan pökhendi és laza módon ír, hogy ez fantasztikus. Tehát gyakorlatilag a popzenében, rockzenében a dalszövegek írtó fontosak. A jó dalok elengedhetetlenek jó szöveg nélkül. Tehát hiába van egy marha jó zene, ha annak a szövege nem túl jó, akkor az a zene nem tud eljutni arra a pontra, ahova el tudna egy jó szöveggel együtt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem. József Attila miért vált számodra fontossá? A Mester utca 1-es házban, második emelet 12A, ott laktunk, volt egy ekkora kis konyha, és ott vacsoráztunk öten. És Zoltán elkezdett szavalni nekünk, és sok-sok József Attila volt, egy-másfél órát néve elszavalgatott, tehát hátamon a szőr fölállva is gondolom. Én a József Attilának a mamáját azért választottam ki, mert egy rövid, nagyon kedves, nagyon érzelmes, nagyon szuper vers egy anyáról. És én nekem ebben a példában visszacsatolok édesanyámra, akinek én mindent köszönhetek, de ez most itt félre a nagy szavakkal. Az én édesanyám, éppen nemrég beszélgettünk erről, hogy mi van ma a világban? Na, kimosom a koszos cuccot, megnyomok egy gombot. Na, azért elmosom a szennyes tányérokat, megnyomok egy gombot. Anyám jött a fürdőkádba, beáztatta a ruhákat, rányomta a mosóport, utána kefével a fürdőkád oldalán kisikálta a koszos cuccainkat, majd utána kiömlítette az egészet, kézzel így kicsavarta és kiteregette. És itt minden akkor így folyt. A mosogatás az kézzel, eltörölgetni, mert nem volt törölgető se, ezért csak törölgető. És emellett főzött, és a gyerekeivel úgy foglalkozott, és erre akarok kitérni, hogy miért ilyen fontos az édesanyám, hogy a Komjáti Manyi néni, Komjáti Aladárné, volt egy fantasztikus zongoratanárné, oda jártam egy ilyen körzeti zeneiskolába, és édesanyám eljött velem, hát kicsi voltam, még nem voltam annak, eljött velem, és jegyzetelt az órán, hogy miket mond a tanárnő. Hazamentünk, és minden nap egy úszka, másfél órát gyakoroltunk úgy, hogy édesanyám elővette a jegyzeteit, és mondta, hogy azt mondta a Vanyi néni kisfiam, hogy itt ne így billensz, hanem úgy billensz, meg itt szóval ilyen szintig. És elteltek évek, hogy ez így zajlott. Na most én, amikor elkezdtem szaxofonozni, tanulni, vagy basszusgitározni, tanulni, nekem a zenével már nem kellett foglalkoznom, mert már minden a kisujjamban volt. És az édesanyámnak köszönhető, hogy ez idáig elment, és az, hogy 11-es koromban az zongora tudásom is már olyan szintre volt, hogy már gondolkoztak azon, hogy klasszikus pályára küldenek. Ezt mindenki köszönhetem, és olyan hálás voltam neki, és egész élete végéig, amit tudtam,
én próbáltam neki viszonozni, és idős korában hát hozzá kell tennem, hogy szép kort élt meg a mama. 100 évig élt. Balaton szemesen fekszik, a fejpályára az van rá, hogy 1910-2010. 5 héttel túlélte a 100. születésnapját, és hát én az utolsó években nagyon sokat foglalkoztam vele, volt vele egy, azt mondom, nem lehetett egyedül hagyni, aki 24 órát vele volt, és ezeket a dolgokat én ott nagyon felügyeltem, és nagyon csináltam, és úgy éreztem, hogy sikerült sok mindent visszaadnom neki, de annyit, amennyit ő adott nekem, azt szerintem azt nem tudtam elérni. Az anya-fia kapcsolat, mióta ember él a Földön, a legmeghatározóbb emberi kötelék. József Attila költészetében is erősen jelen van a kapocs. Szülei 1900 telén házasodtak össze Ferencvárosban, de 6 gyermekük közül végül csak 3, köztük Attila cseperedhetett felnőtté. Az apa távozása tovább sújtotta a szegény körülmények között élő családot, de az anya, Pőce Borbála mindent megtett, hogy eltartsa gyermekeit. Másoknál mosott, takarított, de ez sem volt elég. Így került Attila nevelőszülőkhöz. A család újraegyesülése után sem tölthettek sok időt együtt. Az anyát betegség döntötte le a lábáról, és bár az akkor tinédzser fiú kenyeret árult, bőröndöt cipelt, és még a bélyeg gyűjteményét is eladta, mégsem tudta anyjának visszanozni azt a sok áldozatot, amit ő hozott értük. A mama 1919 karácsonya után meghalt, és vele halt a költő lelkének egy jó darabja. Frenreis Károly számára József Attila verse édesanyja iránti szeretetét és háláját képviseli. István 2009-ben halt meg, és édesanyánk akkor már 99 éves volt. És én jártam föl hozzá, és nagyon sokszor észrevettem azt, hogy a befogadó memóriája az gyakorlatilag megszűnt, szóval idős korban. Az, hogy 1932-ben nyáron a vitorlás versenyen kivel volt ott, meg kivel teniszezett, azt így elmondta. De a befogadó memória, azok a dolgok, amik akkor történtek, azokra már azok kiestek. Szóval semmi. Hát volt, hogy elmentem hozzá, ott voltam vele, egy fiú fogadott engem, hogy jaj, kisfiam, úgy várom, hogy itt vagy már minden. És ott voltam vele egy fél órát, és elköszöntem tőle, és elmentem. És 2 perc múlva észrevettem, hogy a szemüvegemet ott hagytam nála. És visszamentem 2 perc múlva, és azt mondja, hogy jaj, kisfiam, olyan régóta várok, hogy izé. Szóval már nem volt meg benne az akkori izé, prompt emlék, memória, ma nem. És anyánk már elvesztette az egyik fiát. Most én elkezdem neki mondani, hogy a másik fiát is elvesztette, azt én nem vállaltam el. És emiatt, hogy a befogadó memória nem működik így, emiatt bevertem azt vállalni, hogy nem mondtam el neki, hogy az István meghalt, borzasztó volt az egész egyébként, és érdekes módon édesanyám megkérdezte, hogy Istvánkával mi van? Mondom, István akkor Olaszországban nyaral, de jó megy a sorsa, minden. És akkor még egyszer megkérdezte rá egy hétre, és harmadszor már nem kérdezte meg. Most ezt nem tudom, hogy ő érzette valamit ebben, hogy most ez itt most valami ciki van, valami nem kerek. Valami nem igaz. Valami nem kerek. Vagy pedig, hogyha még én 2-szer azt mondom, hogy nyaral, akkor ja. Úgyhogy ezek a nagyon érdekes, én azt hiszem, hogy megvédtem őt egy ilyen borzasztó traumától, mert ezt egy, én azt hiszem, hogy senkivel ne történjen ez meg, de azt hiszem, hogy egy anya élete legnagyobb traumája az, hogyha a gyerekét elveszti. Szóval én azt hiszem, hogy amikor az elhalálozási sorrend fölborul, és egy olyan ember hal meg, akinek még nem szabadna, és aki még fölötte van, az még él, az borzasztó lehet. Mi ezt éreztük is, hogy milyen borzasztó, és... Hát neked nem különösen, hiszen te ugyanígy végigélted mindenki. Igen. Nem vagyok semmiféle ilyen természeti magasságoknak a híve, tehát hogy olyan dolgok, amik ilyen csodának történnek, számolódnak, azokkal én nem foglalkozom. Ebből a szempontból eléggé racionálisnak érzem magam. De hát volt egy olyan történet, amiről nem tudtam a mai napig, hogy ez hogy lett. Aznap éjjel, amikor az István meghalt, édesem elkezdett éjjel kiabálni, és azt mondta, hogy ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz, és kiabált. Csak aznap este ott volt lenn Balatonon,
6-8 hónapig minden évben, és amikor elkezdett így, azon az éjszakán, amikor elment. Nem tudjuk, hogy hogy lehetett, de ez történt. Úgyhogy a József Attila vers emiatt jutott nekem így eszembe, hogy az a teljesítmény, amit a mamáink generációja értünk végzett, fantasztikus volt. Mi nekünk volt egy nagy problémánk az, hogy ő autót vezetett. Uh-huh. És az Istvánnal már elkezdtünk beszélni, hogy most már lassan be kéne vonni a mama jogosítványát, mert kezd eléggé veszélyesedni a közlekedési stílusa. És hát volt egy ilyen bogárhátú Volkswagen-je, amit még ő maga vásárolt Németországban tizenvalány évesen, és csak az túl nagy volt, és bement a ház mellé balra, és befordult jobbra, és akkor a sarkot, azt állandóan a jobb hátuljával akár a kocsi, amíg meghúzta, tehát az autót. És akkor mondtuk, hogy vegyünk neki egy kisebb autót, hátat kényelmesebben betűen, és akkor vettünk egy ilyen kis Fiatot neki, és megtiltottuk neki azt, hogy a főútvonalra ne menjen ki, csak bent Szemesen, elmehet a közértbe, a templomba, ide-oda, ott azon a részen, de a főútvonal megy a forgalom oda, nem csak egy baj volt, hogy a főútvonal túloldalán volt a fodrász. Oh. És anyukám nagyon szerette magát néha is szépen ki csicsázni, és hát ott keresztül ment. Na most a főútvonalon így keresztül menni, amikor innen jönnek autók, az a legveszélyesebb, a borzasztó. És az egyik fodrásztól visszafelé jövett, kigurult egy normálisan közlekedő autó elé, és hát egy akkora karambó volt, hogy azért azonnal kellett vinni intenzív osztályra, mert 8 helyen elrepett a gerin, a medence csontja. Négy helyen kilukott a tüdeje, leszakadt itt bal oldalt a négy bordája az egy csontja mellett, szóval iszonyú ütést kapott. Hát csoda, hogy túlélte. És elvitték az intenzív osztályra, Siófokra, majd utána egy helikopter főhozta a baleseti kórházba ide a Fiumei útra, és 9 hét után érdésmond hozzá nem nyúltak, befort a tüdeje, összecsontosodtak az elrepett csonta darabba, és stb. Teljesen magához tért minden, és kijött a kórházból. És akkor már 88 éves volt. Akkor viszont bevontuk a jogosítványt, akkor mondtuk, most már tovább nincsen. Több mint 50 éve vagy a pályán, és most ma már nem csak azzal foglalkozol, hogy te föllépsz a zenekaroddal, vagy énekelsz, vagy gitározol, hanem azzal is foglalkozol, hogy például fénytechnikát, meg hangtechnikát kölcsön egy zenekaroknak, ami azért is érdekes, mert azért látod az új generációt például magad előtt. Az, hogy elkezdtünk hang- és fénytechnikával foglalkozni, az a 80-as évek elején kezdődött, amikor kinyílt a Budapest sportcsarnok. És volt egy gyönyörű, szép, nagy fedett hely, mert addig csak a kis stadion volt, és nem mertek nagyobb menő bandákat szerezni, rossz idő van, stb. Elmossa az eső, nem azért. De amikor megjött a sportcsarnok, akkor is jöttek ide ilyen Elton Johntól kezdve komolyabb. És mentünk ki, és láttuk azt a hatalmas hangtechnikát, meg azt a hatalmas fénytechnikát, amivel ezek dolgoztak, és ott álltunk, és mondtuk, hogy hát legalább egy ilyen cucc kellene Magyarországról, és a magyar menő bandáknak, ha valami nagy bulija van, akkor tudjuk őket ugyanúgy fogadni, vagy ugyanúgy kiszolgálni, mint az, és akkor jött az ötlet, az Omegás srácokkal együtt csináltunk egy céget, aminek az volt a neve, hogy Omega Rockzenei GMK, akkor gazdasági munkaközösségre számított. Első társasági formák egyik. És elkezdtük építeni, természetesen hát hitel nem volt, bank, felejtsd el. Mi elkezdtük a saját gázsiainkból összerakni a pénzt, és építettünk felszereléseket, a lámpákat azokat meg kellett venni, de a hangtechnikát az voltak fix, menő, eredeti gyári hangfalaink, amiket mellé építettünk még 20-at ugyanúgy, mint ugyanabból a fából, meg ugyan a hangszórók azok eredetiek voltak, szóval elkezdtük csinálni, csináltunk egy ilyen nagyméretű felszerelést, amivel, hogyha volt egy nagy buli, vagy sportcsarnok, vagy stb., akkor oda ki tudtunk menni, és ennek nagyon örültünk. Aminek én örültem külön, az, amíg az ember egy zenekarba játszik, akkor ő egyetlen egy produkcióban vesz részt. Én a Skorpióban zenéltem, volt Skorpió koncert, ott voltam a buliba, részt vettem. Nem volt Skorpió koncert, nem volt más. Így, meg úgy éreztük, hogy minden produkcióhoz közel kerülünk, hogyha a technikai szolgáltatást végzünk. Én bennem nagyon nagy bizodalma volt a megrendelő zenekaroknak, főleg akkor zenekarokkal foglalkoztunk,
Mert hogy én a színpadon is állok, és tudom, hogy hogy kell, hogy szóljon a monitor, hangfal, meg mit tudom én, stb. És elkezdtünk itt dolgozni, és nagyon-nagyon sok produkcióba szerepeltünk, és egy picit azokat is kezdtük magunkénak érezni, tehát gyakorlatilag kinyílt a világ. A Skorpió és a terében egy egészen másfelé haladt nyilván a zenéért Magyarországon, mint ahogy anélkül lett volna. Hát igen, remélem, és nagy örömömre szolgál, hogy nem voltak velem a különböző szervek, fukarok a díjazásokkal, mert nagyon sok díjat kaptam. Vannak dolgaim, hogy 12 nappal a halál előtt találkoztam Stockholm a Jimi Hendrix-el például, amikor Budapest díszpolgára lettem. Jött egy újságíró és megkérdezte tőlem, hogy hát hogy érzem magam, hogy most Budapest díszpolgára vagyok, és hogy mi erről a véleményem. És akkor röviden csak annyit mondtam, hogy először is nagyon örülök, mert egy ízig-vérig pesti srácnak érzem magam, én itt nőttem fel. Minden ideköt, az összes zenekarom, az összes lemezem, az összes élményem, a szerelmeim, a családjaim, minden ideköt, és nagyon örülök, és külön nagy örömömre szolgál, hogy abban az évben, amikor én megkaptam, akkor levették Josif Vissarionovics Sztálint a Budapest díszpolgári listáról, mert addig rajta volt, 2012 még a Sztálin Budapest díszpolgára. Szerintem mindenki elfelejtett egyébként, hogy rajta van, senki igen, nem emlékezett erre. Ennek nagyon örülök, ezt levették, és a másik pedig az, hogy elvészt a posztumusz Budapest díszpolgárok közé fölvették, úgyhogy nagyon örültem neki. És veled együtt. Igen. Hoztam is neked egyébként egy útravalót, Pereményi Géza, akit nagyon nem kell bemutatni, és azért is gondoltam, hogy tőle hozom. Azóta is élet címmel jelent meg most nemrégiben ez a kötet, amit a Magvető kiadó adott ki, és ebben van nem másról, ami számodra fontos, a napfényről. Én erről hoztam neked egy kis útravalót, mert hogy ez neked minden egyes nyaradban ott van Balatonszemesen. Abszolút, és a nap a legfontosabb. Azt írja a napról, hogy a nap pótolhatatlan forrás, létünk szabályozója. Ütemet ad az időnek, ősidők óta rányomja bélyegét gondolkodásunkra, olyannyira, hogy járásában már nem találunk semmi önkényest. Mintha minden hozzáigazodna. Útjának pontosságát eszünkbe sem jut kétségbe vonni, és ugyanakkor roppant nehéz alkalmazkodni a menetéből fakadó sajátos változásokhoz. A zónaidőhöz például. Saját testünkön érezzük a nap következetességét. Még vérünk lüktetése is azt idézi. Én azt kívánom, hogy nagyon sokáig érezd magadba azt a lüktetést, amit a napfény, és persze az emberek szeretete visszaad abból, amit te zeneként át tudtál nekik adni. Mert ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm, és ez egy nagyon jó idézet volt, és ezúttal is megköszönöm ezt, hogy ez, mert a napfény az mi, ha süt a nap, akkor másképp működik az ember. Ez egyértelmű, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkire. Karesz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A nézőknek pedig azért megmutatjuk ezt a bizonyos Mama című verset József Attilától, és aki feliratkozott a YouTube csatornámra, aki nem tette, azt tegye meg természetesen, az vissza is tudja nézni ezeket a verseket és a beszélgetés magát is, mert azt is megmutatjuk, hogy ki lesz a következő vendég itt, soron kívül Luther Imrével. Már egy hete csak a mamára gondolok. Mindig megállva. Nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott. Nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magasba. Nem nyafognék. De most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen. Kékítőt old az ég vizében. Következő adásunk vendége Nagy Sándor színművész lesz, Nagy Sanyi, akinél kész a leltár, ugye ismerős, József Attila vers címe egyben, következő adás mottója is lesz, ahol Sanyi elmeséli, hogy számára mit jelentett ez az elmúlt időszak, hogyan élte meg a pandémiát, a világjárványt, és hogyan látja a kiutat belőle. A következő vendég soron kívül Nagy Sándor. Kinyírod magad, mit fognak mondani, amikor a gesztesi kacsi meghalt, akkor jutott ez eszembe, hogy
tulajdonképpen három napig mindenki szomorú volt, vagy négy, és aztán kinyitott a pék, ment a villamos, és mindenki élte tovább az életét. Ez egy nagy kérdés, amit mondasz, mert hogy az ember rengeteg mindent csinál az életében, és utána mi marad? Hát igen. Igen, és ez a, ugye szoktuk mondani, hogy nyomot kell hagyni, hogy valami lenyomatot kell hagyni, hogy itt voltunk és éltünk. Hát alapvetően én azt gondolom, hogy a gyerek például ez egy olyan lenyomat, ami viszi tovább. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! Támogatónk a Líra könyvesbolt hálózat. Teret adunk az olvasásnak. A műsor támogatója a Ha szeretsz című, Luther Imre sorok között beszélgetéseit tartalmazó kötetének kiadója az Athenaeum kiadó. Orfűi Horizont idéző parkmotel, ahol az ihlet életre kell. A műsor támogatója Luther Imre Lételem című verses kötetének kiadója a Magyar Versmondók Egyesülete. A műsor támogatója a Blik. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. Simple on you. Viselj verset. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak.